világ, sodorja fényre, vagy nem élek holnap már. Vad éjszakát megöl, becsukolván. Ne bánts világ, ne ölej, ne érezd, Én Péter Szabó, Szilvia és Nagy Tamás. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Szép estét mindenkinek! Ugye 13 év után újra összeáll a csapat. Kiben érlelődött meg először a gondolat, hogy hát ezt el kéne kezdeni újra? Beadtátok a derekatokat a közönség nyomásának? Hát igazából felőlem indult az egész kezdeményezés, hiszen én ugye aktív maradtam, és nagyon sokat találkoztam a közönséggel. És nagyon sokszor volt olyan, hogy koncertek után lementem, dedikáltam iszonyatosan sokáig, és minden második, harmadik rajongó mondta, hogy nagyon szép volt, Szilvike, imádtuk, de a Nox, és az, de mikor lesz, mert az volt, a Tomi hogy van? És akkor teltek múltak az évek, és egyre jobban érlelődött. El kellett jutnom magamban arra a pontra, hogy tudjam azt, hogy a Nox az nekem a mencsváram volt, és a biztonság, és nem az, aminek sokszor tűnt. És amikor erre megérkeztem, akkor jött az, hogy az első dolgom volt az, hogy a Tomit felkerestem. Hál' Istennek akkor már felvette nekem a telefont. És félrejtés ne esik, sose vesztünk össze, csak volt egy időszak, amikor mindenki eltolt magától. És akkor mondtam neki, hogy figyelj, mit szólnál hozzá, hogyha most így belevágnánk, és azt mondanánk, hogy akkor legyünk újra. És nagyon tetszett neki az ötlet, és én úgy gondolom, hogy félt egy kicsit az elején, és akkor, hogy elkezdtük, ennek már jó pár éve, és mostanra ért be. Hát a szívem, ki nem félt? Tehát, hogy én most is félek. Mindenki félt, tehát, hogy tudjuk a jegyaladásukat, tehát tudjuk, hogy nagyjából teltházunk lesz, sőt, úgy néz ki, hogy teltházunk lesz. Reméljük, nagyon szépen mennek a jegyek, nagy az érdeklődés. Hát és még van is idő, úgyhogy egy hónap van pontosan hátra. Sejtettük, hogy nagy lesz az érdeklődés, de az, hogy ekkora, az akkora öröm, és olyan boldogság, hogy 13 év után még mindig, és ugyanúgy, és egyben egyébként teher is, mert nagyon nagyot kell durrantanunk, mert azt nem lehet csak úgy, igaz? Így van, nagyon nagy koncertet kell csinálni, tehát ezt tudjuk, úgyhogy föl van adva a lecke. Az ilyen újrakezdésekkor így gyakran hallani azt a mondatot, hogy hát ott folytatjuk, ahol abba hagytuk, olyan, mintha tegnap találkoztunk volna utoljára bennetek, így milyen érzések vannak, milyen hangulatban telnek most a próbák? Ugyanaz, tehát tényleg. Tehát, hogy most ez figyelj, tehát maga a próba, maga a munkafolyamat, amiket most ugye végigviszünk, azok tényleg olyanok, mintha semmi nem történt volna. Tehát ugyanúgy próbálunk, ugyanúgy készülünk, ugyanúgy megbeszélünk. Ugyanúgy kiabálok vele, mint 13 évvel ezelőtt, de szóval nem azt nézzük, hogy mi volt régen, hanem azt nézzük, hogy akkor volt egy ilyen szint, most ide kell föltenni a mércét, és ezt a mércét szeretnénk megugrani. Ehhez pedig aztán mindent megteszünk. Hát természetesen azért millió dolog történt azóta. Tehát én arra csóváltam a fejem, hogy olyan szempontból nem olyan, mint ha tegnap hagytuk volna abba, mert én úgy gondolom, hogy a Tomi is, meg én is megéltünk olyan sok mindent az elmúlt 13 évben, ami hozzáfogadni a produkció. Lelkileg legfőképpen. És ugye 13 év alatt iszonyatosan sokat fejlődött a technika is, ezeket mind oda tudjuk pakolni a színpadra, és nagyon sok mindennel készülünk. Hát tényleg hatalmas koreográfia, hatalmas látvány uralt általában a Nox koncerteket, akkor ez most is így lesz. Mit lehet még pluszban hozzáadni, amit tényleg a technika fejlődésével mondjuk elérhető? Hát a rajongók már tudják, de azért ráerősítünk, hogy készülünk egy vadonatúj lemezzel is, így novemberre a rajongóknak meglepetésképpen, és egy vadonatúj dallal, egy vadonatúj klippel. Azt már elárulhatom, hogy a dal november 4-én fog majd debütálni, és szerintem most már elmondhatjuk, mert az már igazából a jövő hét, ugye? Az már a jövő hét. Stílszerűen az lesz a dalnak a címe, hogy november, és
nagyjából rá egy-két hétre, ott november közepe tájékán fog megjelenni a lemez, pontos dátumot azt fogunk majd írni, amint kiderül, és azt már ugye mondtuk, hogy a Phoenix lesz a címe. És én úgy gondolom, hogy egy olyan szép és egy olyan méltó lemezanyagot tudtunk összerakni így az elmúlt másfél év, két évben, amióta ez íródik, ami tényleg méltó lesz az egészhez. És a koncertre is, aki még gondolkodik, hogy eljöjjön, kettő dolgot mondanék, ne gondolkodjanak túl sokáig, mert nem sok egy van. A másik pedig az, hogy tényleg egy olyan csodát fogunk életre kelteni ott két óra hosszában, ami szerintem sokat fog adni az emberek lelkének ebben a nehéz időszakban, amit most megélünk. És a repertoárt hogy állítottátok egyébként össze? Nem lehetett könnyű dolgotok, mert azért bőven van, miből válogatni. Elmondok egy kulisszatot, elmúlt héten még fölhívott a Szilvi, hogy figyelj, nem lehetne azt kicserélni arra, és azt berakni a 11-es trackhez. Mondom, Szilvi, ne csináltuk ilyet, mert már koreográfiák megvannak, tánckarra próbálunk, tehát hogy ez nekem óriási dolog, hogy ha egy számot kicserél és hátra tesz a track listába, akkor átöltözés, hogy jön neki, eszközös táncok, de megoldottuk, úgyhogy átvariáltuk. Figyelj, ez egy csapatmunka, ugyanaz, mint 13 évvel ezelőtt, ugyanúgy most is. Egy ilyen 5-6 fős kis tím dolgozik azon. Persze az mi beleértve minket is. Azon kívül az enyém. Akik ezt a pajta a tracklistákat és az, hogy mi legyen a színpadon, ezt abszolút közösen döntjük el és közösen csináljuk meg. De az elej felkészülésen kívül te még a ruhatervezéssel is el vagy foglalva, hogy minden igaz. Tehát ez még egy plusz munka. Igen, egy mondat erejéig visszatérve a tracklistára, könnyű dolgunk volt, de közben mégsem, hiszen szinte csak olyan dalok fognak elhangozni a koncerten, amik imádott Nox dalok voltak, amik koncertdalok voltak, amit kívülről fúj a közönség, azoknak nagy részét könnyű volt összerakni. Természetesen az új lemezről is lesz egyetlen egy dal, ugye november el fog hangozni a koncerten élőben először. És hát igen, mellette a nyakamba vettem életem egyik másik nagy szerelmét, a divattervezést, hiszen a teljes koncert ruhatárát én tervezem meg mind magamnak, mind a Tominak, a tánckarnak, a zenekarnak, mindenkinek több szedben, úgyhogy iszonyúan élvezem. Hát akkor még nem tudod, a táncosoktól kapott egy óriási dicséretet, mert már az új kollekcióba forgattuk le a November című videoklipet, és azt mondták a táncosok, hogy ezt a táncosulát, ezt haza kell vinnünk. Tehát el kell csorni, mert hogy annyira kényelmes, és annyira minden passzol neki. Jaj, akkor nagyon várjuk a koncertet, köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Köszönjük, hogy itt voltatok. Most viszont,